19 esztendős Ajtai József élete nagy lehetőségét kapja meg az Egyesült Államokban. A kislégsúly magyar bajnoka a június 11-i az HBO által is élőben közvetített Martinez Lomachenko televíziós gála programjában kaphat helyet, méghozzá a kétszeres olimpiai bajnok Cusi Ming ellen. Igazából első részben, hogy ekkora lehetőség előtt állok, ott, ahol ő boxol, jónak számít világklasszisnak. Nagyon örülök, hogy azért eljutottam idáig, minden köszönetek Zolibának, meg saját magamnak. Kína egyik legnépszerűbb sportolója nemrégiben kezdte meg a visszakapaszkodást az elveszített világbajnoki címmérkőzése óta, és az újjáépülés egyik lépcsőfokának Ajtai Józsefet szánja a Toprank. Ajtai és menedzsere Petrányi Zoltán pontosan tisztában van az esélyekkel, mint ahogy azzal is, hogy Siming hálás ellenfélnek mondható, hiszen nem tartozik a súlycsoport legnagyobb ütői közé, és a profi ökölvívás ritmusát egyelőre még nem tudta tökéletesen felvenni. Ha itt Józsi maximálisan fel fog készülni, ugyan egy nagyon technikás és neves, jó rekordú ellenfele van, de amit nem lehet róla elmondani, nem egy K.O. király. Ezen a srác ellen, ha Józsi felesz készül a kondícióban és egyben lesz fejben, akkor igenis képes lesz egy jó mérkőzést csinálni. Nem azért izgulok, mert félek tőle, hanem azért csak New Yorkba megyünk, csak nagy gálán fogunk boxolni, meg azért jó. Csak olyan gyerekkel boxolok, aki nem egy kis pályás. Jó, zártan kellene boxolni, viszont ha nem nagy ütőerő, akkor lehet, nem lehet lazásolni, de akkor jobbat lehet ellene boxolni, mint a Shelby ellen. Most kimondottan a cél az, hogy bemutatkozzon a nagyvilágnak. Hát mi a jobb bemutatkozás annál, mint hogy egy HBO gálán tud szerepelni. Most megkapta a lehetőséget, ugye még van elég ideje is felkészülni. Itt csak a Józsi múlik az, hogy tényleg fejben és kondicionálisan maximálisan felkészül-e. Ugye itt látom edzésen nálunk minden nap, tehát azt hiszem, hogy most mindent megtesz a felkészülés érdekében. Ő az egyik olyan versenyző csapatomból, akinek nem lesz gond a fejével a mérkőzésen. Nagyobb esély lenne 20-22-23 évesen, mint most 19 éves korában, ezt nem tudom megmondani. Én azt hiszem, most ereje teljében van, maximálisan hisz a saját sikerében, beszélgettem vele, miért ne higgyen? Nem fogom lebeszélni a sikerről. Mindenképpen rajta fog múlni az, hogy fog kijönni a ringből. A magam részéről előtte közben mindent megteszek, többen Józsi múlik. Az Ajtai Siming mérkőzés tétje a kínai bunyós WBO légsúlyú interkontinentális bajnoki címe lesz.